szerintem az emberek alapvetően szeretik a zenét, és szeretik a mozit. Úgyhogy ha ez a kettő találkozik, mint filmzenében, szerintem az mindig siker. Tehát az előző években elsősorban az instrumentális filmzenéken, az aláfestéseken volt a hangsúly, és ezekbe belefértek dalok is nyilván. Idén viszont az összes szánt dal lesz, amit összesen 6 énekesünk fog előadni. Az egyik blokk ugye alapvetően a 90-es évek elején voltak azok az igazi nagy szerelmi slágerek a filmekhez, amik nem feltétlenül voltak szerelmes filmek, ugye a Top Gun egy akciófilm volt, a Robin Hood, a Tolvajok Fedelme egy kalandfilm, a Több mint testő pedig lehet románsznak felfogni, de kifejezetten egy thrilleres jellegű dolog, de mégis egy hatalmas szerelmes sláger van. De ezek voltak azok, amik ugye egyrészt teljesen összefogtak a filmen, másrészt ezek egymás rekordjait döntögették meg, hogy ki hány hétig áll a slágereseként. Ezekről a dalokról tudni kell, hogy a legtöbb ilyen stábista szerepel a filmben. Tehát nyilván a stábistát nem játszhatom be, hogy azt játszom be, ahol a filmben szól, hanem inkább újra kell lejtem, hogy egy kis videóklip jelleggel megoldani ezeket a dalokat. Egyébként nagyon-nagyon közel állnak hozzám, legfőképp egyébként a Listen című dal, mert Beyoncé-t én nagyon szeretem, és az a film meg a mindenem, tehát mondhatom azt bátran, hogy ez a kedvenc filmem. Egyrészt azért tetszik, mert Beyoncé benne szerepel, másrészt pedig ott ismertem meg Jennifer Hudson-t, aki szerintem egy elképesztően fantasztikus énekesnő. Ugyanígy kiderült számomra, hogy Eddie Murphy például, hogy énekel, teljesen kész voltam, amikor meghallottam először. Ez egy igaz történet tényleg erről a három nőről, ugye a Dream Girls-ről szól, viszont nagyon-nagyon tetszik az, hogy ilyen drámai kicsit, végül is happy end a vége, de hát minden tetszik, de nem tudom. Maga a sztori is jó, hogy ilyen romantikus egy kicsit, és a romantikus filmek engem mindig megfognak, mert én is romantikus típus vagyok. Úgy összességében minden, viszont azok a dalok, amik benne vannak, szerintem mindegyiknek van egy ilyen szívhez szóló ereje, legyen az gyors, legyen az lassú, teljesen mindegy. Van egy afroamerikai blokk, van egy szerelem blokk, James Bond válogatás lesz, úgyhogy nagyon-nagyon sok színű az egész. Az első blokkban Ray Charles-tól a Hydro Jacket fogom előadni, ami amúgy nagyon-nagyon közel áll hozzám. Láttam ugye az életrajzi filmjét is a Ray-nek, és hát ott is az a hatalom, amivel ő bír, és az a zenei képzettség, tudás, és tényleg hivatottság az elképesztő számomra, és egy óriási inspirációt adott. Igazából a titka az lehet, hogy egy óriási nagy őstehetség, és annyira tud bánni a hangszerével, ami a torkában van, és a másik hangszerével, ami ugye a zongora, hogy egyszerűen ez egy világszínvonal, amit ő képviselt. A mozizás igazából egy hatalmas élmény, ugye egy nagy vászton a szeretteiddel kikapcsolni, szerintem az sokkal egyedibb, mint ugye otthon megnézni egy filmet. És hát mozélményeim, nagyon sok mozélmény van ugye, akár csajozásról van szó, akár ahogy átkarolod a másikat, ismerkedés. Tehát mozizni szerintem nagyon jó. A
különleges helyszín mellé egy különleges produkciót kapnak. Az, hogy a filmzenéket élőben adja elő egy szimfonikus zenekar, itt helyszínen rockzenekarral, ütőegyüttessel, és természetesen sztárénekesekkel. Ha ezt így összegyúrja az ember, akkor egy nagyon profi, kifinomult dolgot kap is emellé, hogyha még megkapják azt is, hogy ugye élőben nézhetik az ország szerintem legnagyobb kertmoziában a filmet mellé, akkor egy tökéletes kikapcsolódás lehet. Ugye mindenki ismeri ezeket a filmeket, tehát ezeken nőttünk fel. A fiatalabb generációnak meg azért érdekes, mert maga a filmeknek az összevágása is arra sarkalja ezek után azokat, akik nem látták őket, hogy megnézzék őket.